Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makkói Városi Televízió 18 órai keddesti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! Átadták Makkó legújabb közösségi házát. Sebességkorlátozást vezettek be a mentőautókra Magyarországon. A Duókor nevét viseli a makkói jégpálya. Pályázati forrásból az önkormányzat mintegy 1 milliárd forintot fordított a Honvéd városrész fejlesztésére, amelynek keretében egy új közösségi tér megvalósult. Az épületet, amely a városrendszerváltó polgármesteréről és önkormányzati képviselőjéről, dr. Sánta Sándorról kapta a nevét, ma adták át. A megnyitón Farkas Éva Erzsébet polgármester hangsúlyozta, a városrész fejlesztése sokat váratott magára, de az itt élők megérdemelték, hogy javuljanak az életkörülményeik. A meg nem valósult fejlesztéseknek és be nem tartott ígéreteknek köszönhetően az elmúlt évtizedekben sokáig érezhették azt a Honvéd városrészben élők, hogy ők nem számítanak. Mutatott rá Farkas Éva Erzsébet polgármester a dr. Sánta Sándor közösségi ház átadásán. Komoly szemléletváltásra volt szükség ahhoz, hogy ezt a lemaradást be lehessen hozni. 2014-ben, amikor megkaptuk a bizalmat a makóiaktól, benne a Honvéd városrészben élőktől is, tudtuk, ez így nem mehet tovább. Ez a közösség megérdemli, hogy végre javuljanak az életkörülményei, és megérdemli, hogy végre ne teherként, hanem partnerként tekintsenek rájuk. Ennek a szemléletváltásnak egyik legfontosabb hírnöke egy olyan rendkívüli ember volt, aki ma már sajnos nem lehet közöttünk. Városunk rendszerváltó polgármestere, dr. Sánta Sándor önkormányzati képviselőként és házi orvosként is szívügyének tartotta az itt élők sorsát, a városrész felzárkóztatását. A 2017-ben megkezdett Honvéd programban összesen mintegy 1 milliárd forint pályázati forrás felhasználásával elsőként különböző közösségi segítő, egészségszűrő és tehetséggondozási programok indultak, majd a városrész eddigi legnagyobb szabású infrastruktúra fejlesztése. Varga Ferenc a körzet önkormányzati képviselője szerint mindez hatalmas előrelépést jelent. Ez a Honvéd közösségi ház igazából egy nagyon hosszú és nagyon szép projektnek a vége. Ugye ez a városrész volt a legjobban elmaradott az egész városban. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok időt és nagyon sok energiával föl tudtuk zárkóztatni ezt a körzetet. Ettől függetlenül bőven van még mit tennünk, nagyon sok mindenen kell még, hogy dolgozzunk, de azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk, nagyon hosszú utat tettünk meg, és mégiscsak egy mérföldkőhöz érkeztünk. A makói Roma Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke televízióknak elmondta, a városrészt érintő fejlesztések megkoronázása az épült közösségi ház, amelyet az itt élők nagy örömmel fognak birtokba venni. Ez a közösségi ház a legjobb helyszín szerintem a közösségi tereinknek, mivel eddig ugye sajnos nem volt fix központunk. A sportolási lehetőségek, illetve a játszótér a fiatalok számára adja meg a területet, hogy kiélhessék kis energiáikat, illetve ugye a kulturális eseményeket, zenei rendezvényeket itt meg tudjuk tartani, illetve amit szeretnénk, bármilyen ünnepet. Az átadó ünnepségen kihirdették a Makó Honvéd városrész rajzpályázat eredményét. Farkas Éva Erzsébet polgármester dr. Sánta Sándor családtagjaival közösen koszorút is elhelyezett az új közösségi ház épületén. Sebességkorlátozást vezettek be a mentőautókra vonatkozóan Magyarországon. A balesetmentes és a biztonságos közlekedés érdekében a mentőautók szirénázva is legfeljebb plusz 30 km/órával léphetik túl a többi közlekedőre vonatkozó legnagyobb megengedett sebességet. A változás célja, hogy visszaszorítsák a mentőbaleseteket és elősegítsék a biztonságos és zavartalan közlekedést. Az Országos Mentőszolgálat nemzetközi példák alapján sebességhatárt vezetett be. A részletekről telefonos interjú során adott bővebb tájékoztatást Hankai József, az Országos Mentőszolgálat Délalföldi Regionális Mentőszervezet kommunikációs munkatársa.
adott útszakaszra érvényes sebességkorlátozást, a megkülönböztető jelzést használó mentő jármű is 30 km/h sebességgel lépheti túl. Gyakorlati nyelvre ezt lefordítva, lakott területen belül, ahol alapból 50-es a sebességkorlátozás, ott 80 km/h haladhat a megkülönböztető jelzést használó jármű, míg mondjuk lakott területen kívül, ahol átlagosan 90 km/h a megengedett sebességhatár, ott 120 km/h sebességgel haladhat a megkülönböztető jelzést használó mentőgépkocsi. Vizsgálták az elmúlt időszak jelentősebb baleseteit, és hát azt gondolom, hogy abban mindenki egyetért, hogy az a legjobb mentő, amelyik a helyszínre érkezik, és ott hatékonyan tud segíteni, beavatkozni. Azt tapasztalták, hogy a súlyosabb baleseteknek az egyik kiváltó oka lehetett a sebességhatár nagyobb mértékű túllépése. A kommunikációs munkatárs két dolgot is kiemelt ennek kapcsán. Az egyik az, hogy indokoltan lépte túl, tehát megkülönböztető jelzést használva lépte túl, és ezáltal teljesen jogszerűen tette ezt. A másik pedig, hogy jellemzően ezek nem saját hibás balesetek, de mégis a megkülönböztető jelzés használata megzavarja a közlekedés rendjét, és teremthet olyan közlekedési szituációt, amit adott esetben akár más gépkocsi vezetők is nehezen tudnak lereagálni. Rosszabb a reakcióidejük, nem úgy reagálnak, nincs idejük reagálni a sebesség miatt, és mégis bekövetkeznek ezek a súlyosabb balesetek. Nem volt egyébként túl sok a súlyos balesetekből, de az pont elég volt, hogy gondolkodásra késztesse a döntéshozókat. Továbbra is cél a mi hamarabbi helyszínre érkezés, azonban ezt a lehető legnagyobb biztonságban teszik meg. Hanga József továbbá kitért arra is, hogy egyre több autós észleli a megkülönböztetett jelzéssel közlekedő mentőautót, és a helyzetet felmérve a biztonságos közlekedést nem veszélyeztetve félrehúzódnak, vagy helyet biztosítanak a továbbhaladás érdekében. Duókor jégcsarnok, ahol jó korizni. Ez a felirat áll a Deák Ferenc utcán található jégpálya épületének a falán. A Maros Téli Sport Egyesület újabb mérföldköve, hogy a városban működő bútorgyártásra specializálódó cég a nevét adta a sportlétesítménynek. A Maros Téli Sport Egyesületet 2013-ban alapították helyi amatőr jégkokisok azzal a céllal, hogy felendítsék a városban a sportágat, nagy hangsúlyt fektetve az utánpótlás nevelésre. Azóta szinte nem telt el úgy év, hogy a klub ne számolt volna be valamilyen beruházásról. Például sikerült nekik megnövelniük a pályaméretet, öltöző és szanitár konténereket telepítettek, egy úgynevezett hüttével bővültek, és talán a legnagyobb előrelépésük volt, amikor egy több mint 100 milliós tavos pályázati összegnek köszönhetően felállíthatták a hőszigetelt sátrukat, melyel 5 hónapra is kitolhatják a jégidőt. Asztalos Péter elnök kiemelte, a dókoripari BT-vel való együttműködés egy újabb mérföldkő az egyesületük életében. Nagyon nagy öröm és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy egy ilyen nívós makói vállalkozás úgy gondolta, hogy névadó szponzora lesz a jégcsarnokunknak. És ez azért is nagyszerű, mert ezt 20-30 család tartja ezt az egész közösséget össze, és ez egy visszacsatolás számukra, hogy megéri ezt a rengeteg befektetett munkát beletenni ebbe a remek sportba. A cég már korábban is segítőkezet nyújtott az egyesületnek, hiszen számos padot ajánlott fel, amin kényelmesen öltözhetnek a gyerekek és a jégpályára érkezők. A dókor igyekszik minden lehetőséget megragadni arra, hogy támogassa a sporttal foglalkozó csoportokat. Nevük szerepel a kézilabdázóknál, a labdarúgóknál, az erőemelőknél, továbbá a sakkozóknál is táncegyüttest is segítenek. Benne van a helyi társadalmi felelősségvállásunkban egyrészt, másrészt viszont fontosnak tartjuk, mert azért nekem is a sporttal voltam, a következő nemzedéknek is a nevelésében a sport az egy nagyon komoly dolog. Megtanítja őket győzni a gyerekeket, megtanítja őket veszíteni, megtanítja őket küzdeni. Sok-sok olyan tulajdonságot fejleszt ki a gyerekekben, ami aztán a későbbi életükben is fontos lesz, és segíteni fogja tudni őket arra, hogy előre jusson. A jégpálya névadó eseményén részt vett Varga Ferenc, a polgármester önkormányzati képviselő is, aki elismerését fejezte ki az egyesületnek, hogy pár évvel ezelőtt csak egy rendezvénysátor alatt biztosították a jeget, most már egy komoly létesítmény fogadja az érdeklődőket.
Itt nagyon jó kis közösség kovácsolódott össze, hogyha jól tudom. Nagyon sokan használják a jeget, a pályát. Tudomásom szerint az iskolák is szoktak itt testnevelés óra keretein belül tartani foglalkozást, az asztalos úrékkal egyeztetve. Úgyhogy természetesen persze hozzájárul a város életéhez, és nagyon örülünk neki, hogy ekkora közösséget tudtak eddig itt összekovácsolni. A Maros Téli Sport Egyesület 2017 óta a Magyar Jégkorong Szövetség tagja, így bajnokságban is szerepelnek, és izgalmas mérkőzéseknek ad otthont a makói jégpálya is. Jelenleg közel 80 tagjuk van, és 4 éves kortól minden érdeklődőt várnak, aki szeretne közelebbről is megismerkedni a jéghokival. A Keresztfához megyek, szakrális kiemelések a marosmenti településeken című könyvét mutatta be Szikszai Zsuzsanna, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatója. A kötete mintegy 20 éves kutató munkájának összegzése, amelyet a bibliotékában is megismerhetett a nagy közönség ünnepélyes keretek között a hétvégén. Beszélnek ezek a keresztek hagyományokról, emberekről, állítatókról, építetőkről. Meghatódva mesél televíziónak a könyvbemutató után a szerző arról a kutató munkáról, amely az elmúlt 20 évét felölelte. A nagy közönség megismerhette azt a szikrát, ami elindította ezen az úton. Mint megtudtuk, az egyetemen találkozott először a témával. Egy szemináriumi foglalkozás alkalmával professzor Grineusz Tamás előadása és személyisége, valamint hatalmas tudása ösztönözte arra, hogy elkezdje Szikszai Zsuzsanna ezt a különleges és egyben csodálatos munkát. Akkor elkezdtem Kiszombor, illetve Maroslele, illetve a környék keresztjeit kutatni, kápolnáit, kálváriáit, és hát ez szép lassan gyűlögetett ez az anyag, és tavaly egy alkotói pályázatot nyertem az NKA-tól, és hát ott határidők vannak, el kellett készíteni a kéziratot, ez júniusra elkészült, és ha már kész van egy kézirat, akkor ne tegyük a fiókba, hanem akkor adjuk ki, jelenjen meg kötetben, és a családom támogatott ebben, és a család finanszírozta ennek a kötetnek az elkészítését, és hát megvalósult. A szerző a kutatómunka során fantasztikus embereket is megismert, emelte ki televíziónak. A kötet 18 település 91 keresztjének történetét mutatja be érthető és informatív módon. Egy 250 oldalas kötet az egy érthető, és nem biztos, hogy nem feltétlenül tudományos nyelven, hanem közérthetően, egyszerűen, érthetően, izgalmasan próbáltam leírni, és hát volt, hogy rövidíteni kellett, volt, hogy kihagytunk belőle egy-két nem fontos adatot. Tehát minden fontos dolog, amit a keresztekről, az itt megtalálható keresztekről kell tudni, azok benne vannak. Tehát bárki ezután utat, vagy szeretne többet tudni, tehát minden alapkutatás, minden alapinformáció ott van, és hát lehet még idős emberektől egyébként még több interjút lehet készíteni. Én azt gondolom, hogy ezek általában párhuzamos, ugyanazokat mondják el más szavakban, vagy más szavakkal, vagy más személyekkel, de általában azért hasonlóak ezek a történetek. A szerzővel a könyvről Szabó Anita beszélgetett. A Signum két tannyelvű egyházi általános iskola és a Szent István Király plébánia kommunikációs munkatársa, pedagógus és újságíró. Az esemény fényét emelte Stranszky Fülöp Boglárka éneke, valamint Mezei József hegedű játéka. Ahogyan az öröm, úgy a gyász is természetes velejárója életünknek, amelyet a hit segít átélni, mondta el televíziónknak Pálfai Zoltán. A római katolikus plébánostól megtudtuk, a közelgő minden szentek és halottak napján több szentmisére is várják a híveket. Kevesen tudják, de minden szentek egy örömünnep, amely leginkább húsvéthoz, a feltámadás ünnepéhez kapcsolódik. Ilyenkor betekintünk oda, ahová Krisztus a feltámadással megérkezett, és kitárta számunkra a mennyország kapuját, tudtuk meg Pálfai Zoltántól. Amikor szomorúak vagyunk, akkor próbáljuk azt úgy átélni, és az Istenben vigasztalást találni, és amikor pedig eljön az örömnek, meg az ünnepnek az ideje, akkor pedig tényleg teljes szívvel ünnepelni. Halottak napján azért gyújtunk mécseseket, gyertyákat, hogy egy kicsit a szimbólum, a fény valahogy jobban kifejezze, valahogy jobban megérkezzen hozzánk is a lelkünkhöz, hogy van odát egy olyan
élet, ami egy kicsit más dimenzióban folytatódik, és a reményt próbáljuk erősíteni magunkban. November 1-én és 2-án a szeretteikre emlékezők több szentmisén is részt tudnak venni, amelyeket három helyszínen tartanak majd. Minden szentek ünnepén, tehát november 1-én 9 órakor a Szent István Király templomban leszünk, tehát a Makó belvárosi római katolikus templomban, délután 3 órakor itt a temetőkápolnában, és este 6 órakor pedig a buszpályaudvarnál a Csanád vezértéren a kiskápolnában. Halottak napján pedig 2 szentmise lesz majd a belvároson mind a 2, reggel 8-kor és este 6-kor. Mint korábban beszámoltunk róla, ilyenkor a temetők is hosszabb nyitvatartással várják az emlékezőket. A római katolikus temetőnek például egy héten keresztül nem is zárják be a kapuit. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Átadták Makó legújabb közösségi házát. Sebességkorlátozást vezettek be a mentőautókra Magyarországon. A Duókor nevét viseli a makói jégpálya. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Kedves nézőink, ez volt az október 31-i keddesti híradó. Legközelebb csütörtökön jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!